Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy kármikus kastély, így hívom a jóslást, egy olyan titkos kastély, ahol bepillantunk, hogy milyen kármikus témák vannak. Kárma lefordítva munkát jelent, de nem a munkahelyre vagy a hivatásra utal, hanem arra, hogy valamin dolgoznunk kell. Hiszen mindenki, aki itt születik a Földön, mindenkinél vannak kármikus témák. Én példaképpen úgy szoktam mondani, hogy amikor megszületünk, van egy ilyen hátizsák, amit a múltból hozunk, és ebben a hátizsákban minden benne van, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez lehet jó, hiszen van tehetség, vagy olyan életterület, ahol tapasztalatokat gyűjtöttünk, vagy valami jót tettünk, tehát van egy jó kármánk, de vannak olyan témák is, amit el kell engedni, le kell zárni, mindezt ki kell egyensúlyozni. Ennél a kivetésnél arról van szó, mit hogyan éltünk át a múltban. Ezt akkor fogadd el, ha úgy érzed, hogy ez számodra úgy stimmel. És hogy mi a lecke, mit kell tanulni, azon kívül megnézzük a jelenlegi helyzetedet, és mit hogyan tudsz javítani, ami a jövőt illeti a közeljövőben. Mit tudsz tenni, hogy javuljon a helyzeted. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a kármikus jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, amit ajánlanék, hiszen az indiai asztrológusok, én is, hiszen ezt tanultam, bepillantunk a kármikus témákba. Megnézzük a kármikus házakat, azon kívül megnézzük a kármikus holdcsomókat, Kétút és Ráhut, hol van a horoszkópban, milyen kármikus témáid vannak. Kétú az jelenti a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben, és Ráhu jelenti a kiutat, a jövőt, vagy egy életterületet, ami fontos számunkra, hiszen ott gyűjtünk élettapasztalatokat. És most rátérnék erre a jóslásra. Mi a lecke? Mit kellene tanulnunk? Itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor már nincs ott. Tehát, ha az egerek valamit felfaltak, szimbolikusan, akkor az nincs ott, tehát elveszett. Ez tud segíteni is, hiszen az egerek el tudnak távolítani például negatív gondolatokat, vagy negatív érzelmeket, vagy rossz kapcsolatokat, vagy könnyeket, vagy betegséget, vagy szomorúságot, tehát gyakran segítenek. De ha állandóan úgy megjelennek előttünk, akkor kiváltanak félelmeket, hogy eltűnik valami, amit szeretnénk megtartani. Tehát vannak félelmek, hogy elveszítjük a munkát, vagy lesz anyagi kiadás, vagy valaki ellopja a pénzt és becsap bennünket, vagy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy lezáródik egy párkapcsolat, és úgy érezzük, hogy elveszítjük őt. Tehát azért vannak ezek a félelmek, és ez a lecke áttenni magunkat ezeken a félelmeken.
A jelenlegi helyzet az itt látható. A könyvek jelenthetnek tudást, vagy továbbképzést, vagy az is fontos, lehet, hogy olvas most egy bizonyos könyvet, mert neked szól. Amit a könyvek szimbolikusan még jelentenek, és az jól látható itt a képen, vagy be van csukva a könyv, jelenti a zárkózottságot, vagy ki van nyitva a könyv, jelenti a nyitottságot. És erre is szükségünk van, hiszen fontos, hogy diplomatikusak legyünk. Van, amikor jó és előnyös, ha nyitottak vagyunk, van, amikor jobb, hogyha nem beszélünk bizonyos dolgokról, és megőrizzük a titkainkat. Most megnézzük a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ha nem neked szól, akkor ajánlanám a személyes jóslást. Itt a csillagok jelentik a spirituális területet. Lehet, hogy a múltban, a korábbi életünkben ezen a területen dolgoztunk, tehát itt vannak tapasztalatok, itt megvan a tudás, itt megvan a tehetség. Itt látható a sors kereke. A sors az jól gondolja a dolgokat, hiszen szerencsét hoz. A csillagok szerencsét hoznak, ami azt jelenti, hogy van egy jó kármánk. A csillagok szerencsét hoznak, adják a lehetőségeket. A kérdés csupán az, hogyan éltük ezt át a múltban? Éltünk a lehetőségekkel, vagy nem mertünk valami újat kezdeni, és így ez csalódásokhoz vezetett a múltban. És ami még fontos, a belső egyensúly. Ami érdekes, itt a kártyán a víz eleme és a föld eleme, hiszen ezt megérinti a lába. Az egyik lába a vízben van, és a víz eleme jelenti az érzelmeket, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, az itt is látható, az egyik lába a vízben van. Tehát vannak itt elképzelések, meg van az intuíció. A másik lába ott van a földön, itt is, ezen a képen is, és jelenti a reális dolgokat, a manifestációt, hogy itt megvan a lehetőség, sőt a múltban is megvolt, hogy az álmainkat megvalósítsuk. Meg is volt a tehetség ehhez, vagy a bizalom, de lehet, hogy nem éltünk a múltban a lehetőségekkel, és itt, ebben az életben ez most megismétlődik. És mi várható a következő időszakban, úgy egy éven belül, az itt látható. A kelyhek jelentik az érzelmeket, hiszen szimbolizálják a víz elemét. Itt ez a három már összetörött, itt vannak könnyek, meg csalódások, meg szomorúság, jelenti a múltat. A jelenben így befele kellene tekinteni, erősíteni a belső hitünket, vagy türelmesnek kell lenni. És itt a háttérben a másik két kehely jelenti a jövőt. Van jövőnk, lesznek sikerek, megvan a szerencse, a sors kereke, az jót akar nekünk. Itt az egész világ az jelenthet egy boldog időszakot, amikor annyira boldogok vagyunk, hogy legszívesebben átölelnénk az egész világot. A világ jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat, és lehet, hogy a sors kereke ebbe az irányba vezet bennünket. Itt a sarokban van a négy elem, a víz eleme, a tűz eleme, a levegő eleme és a föld eleme jelenti az évszakokat is. A tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet. És a négy évszak az pontosan egy év. Azt jelenti itt ez a kármikus téma, meg a jövő,
hogy néha kell a türelem, hiszen a türelem az rózsát terem. Legyenek olyan tervek, amit szeretnél egy éven belül megvalósítani. És itt vannak a lehetőségek, hiszen az élet átnyújtja ezt az arany érmét. Mert értékes vagy ahhoz, hogy ezt elfogad. Azon kívül te is nyújtasz valamit, megvan a tehetséged, a tudásod. Itt a kapu a háttérben adja a lehetőségeket. A múltban is voltak lehetőségek, de lehet, hogy ezzel nem éltünk, és az egerek ezeket a lehetőségeket is eltávolították, mert bizonytalanok voltunk, de most tanuljuk azt, hogy igenis éljünk a lehetőségekkel, vegyük kezünkbe az arany érmét, hiszen ez a sajátunk. Mi is nyújtunk valamit, hiszen értékesek vagyunk ahhoz, hogy elfogadjuk azt, amit az élet kínál számunkra. És ez volt a kármise, das kármise Schloss, itt van írva németül, ami annyit jelent, ez a kármikus kastély, a kármikus kastély jóslás, ami természetesen, mint említettem, megrendelhető. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, annak is örülnék, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!